A Tolnemegyei Balassa János Kórház 14 hektáros területen fekszik. Egyes épületei viszonylag távol esnek egymástól. A nővéreknek, orvosoknak sötétedés után is közlekedniük kell közöttük. Ennek biztonságos feltételeit immár takarékos, ledes világítás garantálja. Az intézmény a közvilágítást idén újította meg. Nagyon sok olyan területünk van, ami gyalogosan megközelíthető, csak éjszaka is kell épületek között mozogniuk a kollégáknak, és itt fontos a jó megvilágítás. A korszerűsítés költsége hozzávetőleg 20 millió forintba került. Ám ennek csak töredéke terhelte az intézmény költségvetését. A Tolnamegyei Balassa János Kórház ugyanis sikerrel vett részt a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázatán és 15 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott a beruházáshoz, amelytől energia ezzel együtt költségmegtakarítást remélnek. A Paksi Atomerőmű által létrehozott alapítvány pályázatán nem csak ezzel a projekttel szerepelt sikerrel a Tolna megyei kórház, a tüdőszűrőállomás állomás nyílászáró cseréjét is alapítványi forrásból finanszírozták. Van olyan nap, amikor 150-en fordulnak meg, nagyon nagy a forgalom, nagyon rossz régi nyilászárók voltak, ez egy régi épület. Természetesen a vizsgálati jellegéből adódóan itt le is kell vetkőzni, úgyhogy nagyon rosszul érezték munkat a munkatársaink, nagyon rossz képet mutatott az ide hozzánk bejövőkhöz. Lecseréltünk kilenc külső nyílászárót, bejárati ajtókat, szép nagy alakúakat, egy a szülészetet összekötő folyósónak is a feljáróját, úgyhogy ez egy számunkra egy fontos fejlesztés volt. Összesen 15 millió forintból valósult meg, ez teljes egészében az alapítvány támogatásából. A szervezet 2017. novemberében hirdetett pályázatot a miniszterelnökség által biztosított másfél milliárd forintos keretre. A kuratórium szakértők bevonásával objektív pontrendszer alapján rangsorolta a beérkezett pályázatokat, s választotta ki a nyerteseket. Az érintett önkormányzatok az életminőség és az életbiztonság javítását szolgáló programokra, közösségi épületek energiaracionalizálására, helyi építészeti értékek megóvására, beruházások építészeti terveinek elkészítésére, valamint közösségi rendezvények színvonalas megvalósítására igényelhettek támogatást. A pályázati keret az alapítvány létrehozása, azaz 2011 óta megháromszorozódott. Az első években az alapító paksi atomerőmű biztosított forrást a kedvezményezetti körbe tartozó települések fejlesztési terveinek támogatásához. Az utóbbi három évben a miniszterelnökség bocsátotta rendelkezésre az összeget. Ez idén 106 pályázat támogatását tette lehetővé. A Szexárdi mellett a Kalocsai Kórház, valamint közel félszáz település önkormányzata is támogatásban részesült Óvodák, iskolák, közösségi terek újultak meg, bölcsödei férőhelyek, szálláshelyek létesültek, járdák épültek meg Kalocsa, Paks és Szexár térségében, azaz a Paksi atomerőmű körzetében. A Bács-Kiskun megyei bátya önkormányzata ezúttal a faluház belső megújítására nyert el támogatást. Minden, ami az energia racionalizálással összefüggő, tehát például álmenyezet kialakítása, hogy így a a fűtés hatékonysága nyilván, hogy eredményesebb lesz. Ezek energetikában ott vannak a színpadtechnikánk technikánk csapnivaló jelen pillanatban. A pavimentum az korhad, vizesedik alulról, tehát egy, egy új padlót kell valamilyen formában majd mindegy, hogy ez most metlaki lesz, vagy PVC, vagy, vagy parketta, vagy bármi. Erre bizony nagy összegek kellenek a belső nyílászárókra, egy energetikai pályázat nem ad lehetőséget mindez, az egy belső, a kisebb helyiségeknek a felújítása, mondjuk egy, egy civil szervezet számára, hogyha szeretnénk kiadni, vagy bármiféle, ami még belefér nyilván a keretbe, hogy bútorzat beszerzése. Tehát ez, ez mind óriási pénz. Ezt pedig egy kis önkormányzatnak nem egyszerű előteremtenie. Ezért jelentett nagy segítséget bátyának is. A Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány által biztosított forrás. A település a fogorvosi rendelő elavult berendezéseinek, felszereléseinek cseréjére is kapott támogatást. A fogorvosi szék, a beülőszék rettenetes állapotban volt. Hát szerintem 25-30 éve használták, éven át használták legalább, tehát már nem úgy funkcionálta, ahogy kellett volna, és ez egy igénye is volt a fogorvosnak, hát így most mi ezt teljesíteni tudjuk hát 8 millió forintos a szék. Egyéb eszközök mellett egy új fogorvosi széket is tudott vásárolni a bátyai önkormányzat, hogy így módon is javítson a lakossági ellátás színvonalán. Duna Szent Benedek önkormányzata a községi programoknak otthont adó faluház energetikai korszerűsítését tűzte célul. A fűtés a háznak nagy légkömmiter hatalmas, és hát egy kicsit szeretnénk visszaszorítani a fűtési költségeinket, és ezáltal szeretnénk, hogy letszigetelhetjük, és egy olyan modern nyilázárokat kapjon, amely megfelel a mai követelményeknek, és így nagyobb főtechnikai megoldásra tudjuk ezt véghez vinni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy sikeres lett a pályázatunk, mert nagyon vártuk már. Régóta készültünk már erre a pályázatra, de mindig húztuk, mert találtunk olyan fontosabbat, ami azért hát a település életében sokkal előre való volt, és most jutottunk el a házig, hogy őt felújítsuk, és hát szerencsére sikerült. Um, 17 millió körül nyertünk a, az épületre, úgyhogy nagyon örülünk ennek. A háznak nagyon fontos szerepe van a Duna Szent életében. Falai között működik a könyvtár, itt tartják az ünnepségeket, összejöveteleket. Ahogy Vargyas Mihály polgármester mondta, zajlik az élet, és ezt szeretnék még fokozni. Fogtő is egy közösségi élet gazdagítását szolgáló terv megvalósításában kért segítséget az alapítványtól. A kuratórium pozitív döntése nyomán egy vadonatúj könyvtár született, a régi, jobbára csak raktárnak nevezhető helyett. Az önkormányzat megvásárolta a régi gyógyszertár kedvező fekvésű, 250 négyzetméter alapterületű épületét, melyet két ütemben újítottak fel pályázati támogatással. Az első ütem megvalósítását a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 30 millió forinttal segítette. A következő lépéshez top forrás nyert a település, illetve újabb 15 millió forintot az atomerőmű alapítványától. Bakai Károly polgármester lelkesen beszélt a terveikről az építkezés közepette. Lesz egy nagy olvasóterem, könyvtármozi, lesz számítógépes tanterem, ahol majd különböző számítógépes tanfolyamokat próbálunk majd szervezni. Már előre, tervezünk, hogy miket akarunk. Ugye az idősebb korosztály a gyerekeknek is, hogy számítógépes ismerteket oktatni. Plusz a minden igaz, lehet, hogy áthozzuk ide a nyugdíjas klubot is, mert hát miért ne, hát ha újra visszaszoknak az olvasásra. Uszód vezetésének álma egy új művelődési ház építése elérhetetlennek bizonyult. Hosszú évek óta keresik a pályázati forrásokat. Hiába! Hosszú-hosszú évek óta próbálkoztunk új művelődési házra pályázatot benyújtani, de nem ment. Olyan állapotba került ez az épület, hogy tarthatatlan, és mindenképp meg kell kezdeni a felújítását. Amiről szó van a község központjában lévő művelődési ház, melynek korszerűsítéséhez a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól elnyert támogatás birtokában fogott hozzá az önkormányzat művelődési háznak a ütemezett első ütemű felújítására pályáztunk. Ez az épület belső felújítását jelent és a külső nyilazzárok cseréjét. Sajnálatos módon ugye a fölhívásnak megfelelően mi igyekeztünk nagyot álmodni, úgyhogy csökkentett tartalmú támogatásban részesültünk. Így az önkormányzatunknak elő kellett teremteni még plusz 8 millió forintot a vállalt önerő mellé, hogy ezt a beruházást, tehát a belső felújításokat meg tudjuk oldani. Hát ez körülbelül bent egy 500 négyzetméteres épület, ennek a burkolatait, alsó burkolatait cseréljük, a színpad az egykori telekigrófi Grófi birtokból született, kevesebb mint 600 lakosú Duna tetétlen is. A paksi atomerőmű 30 kilométeres körzetében fekszik, így lehetősége van pályázni az alapítványhoz. A hartával közös hivatalt működtető falu ennek köszönhetően szépül, gyarapszik kezdetektől ugye kapjuk a támogatást, a jetának köszönhetően nagyon sok mindent sikerült már megvalósítani. Az intézményeink szinte kivétel nélkül valamilyen módon már átalakításban vagy felújításban tudtak részesülni ennek a támogatásnak köszönhetően. Ugyanígy a térfigyelőkamera kialakítása, a temető felújítása, a közösségi ház külső felújítása, óvodatető felújítása, tudott megtörténni. Önerő pályázatban egyszer a, ennek a külső felújítására, ennek az épületnek a homlokzat felújítás meg a nyilázáró cseréjére tudtunk támogatást szerezni. Ebben az évben az 1960-as években épült óvoda belső felújításának támogatására pályáztak. Az egy csoporttal működő tíz kisgyermek ellátását biztosító intézmény működtetésére sokat áldoz az önkormányzat, attól a meggyőződéstől hajtva, hogy az óvodának népesség megtartó ereje van. Azt mondhatom, hogy a megyében ritka, hogy még egy ilyen nagyságrendű településen óvoda tudjon működni. Mi küzdünk és próbáljuk, már úgy gondoljuk, hogy népesség megtartó erőhöz nagyon szükséges, hogy egy kis intézmény működjön, hartával közösen működtetjük. Nagyon komoly terhet jelent ez egyébként, de úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog. Most elérkezett már az ideje annak, hogy a vizes blokkot, az ablakokat lecseréljük, a kerítés cseréje nagyon indokolt, és belül is egy picit felújítjuk, átmeszeljük, és a nyilázárokat is átfestjük. Újsoltnak a legutóbbi adatok szerint 217 állandó lakosa van. Számukra szeretne komfortosabb környezetet biztosítani a falu vezetése, amely örömmel nyugtázta, hogy a településük is bekerült az atomerőmű alapítványának kedvezményezeti körébe. Elég kis költségvetésre rendelkezünk, nagyon sokat jelent ez a pályázat nekünk, nagyon sokat. Így értékelte újsolt polgármestere az újonnan megnyílt pályázati lehetőségek a forrásból a polgármesteri hivatal felújításának folytatására nyert el, közel 15 millió forintot az önkormányzat. Ebből cserélték ki a palatetőt, s végezték el az orvosi rendelőt is magába foglaló épület részleges akadálymentesítését. A polgármesteri hivatal egy régi szociál típusú épület. Most már annyira nem látszik, ugyanis a top pályázat keretében sikerült egy 25 milliós beruházás nyernünk, amelyben kicserélésre kerültek a, az ablakok, az összes nyílászáró ajtók, szigeteltük az épületet, újra festettük a tető mennyezet leszigetelésre került, és most ennek örültem, hogy bejött ez a pályázat, és így most a tetőszerkezetet is ki tudjuk cserélni. A Duna ellentétes oldalán fekvő Medina is újonnan került a kedvezményezetti körbe. Vén Attila polgármester azt mondta, késztervekkel csatlakoztak a pályázati rendszerhez, amelynek véleménye szerint nagy erénye a kiszámíthatóság. Az atomerőmű alapítványának segítségével a helytörténeti múzeum és a könyvtár számára alakítanak ki új helyet, egy a falu főutcáján álló épületben. Egy volt közös iskola, de még nagyon-nagyon reumortizálódott, -nagyon úgyhogy az efop belül megnyertük az a, a belső felújítását, és egyet a össze, teljes külső felújítás, tehát tetőcsere, színezék, térkövezés, úgyhogy egy nagyon modern könyvtárunk lesz, és egy közösségi tér, és abban még egy helyi múzeum is. 30 millió forintot nyertünk ezen a projekten, plusz 1 millió forintot a medenai művészeti napokra. Mivel a Mária és a Magyar Zarándokút is keresztül halad Bogyiszlón, szeretnének zarándokszállást létrehozni. Az erre kiszemelt épület átépítése meghaladja az önkormányzat anyagi erejét. A feladatokat ezért két ütemre bontották, az anyagi terhek enyhítése érdekében pályáztak az atomerőmű alapítványához. Van egy volt katolikus iskola nevű épület, amely most már évek óta egy felhagyott épület, valamikor technika oktatás zajlott benne, és elképzeltük, hogy mivel mindkét zarándokút áthalad Bogyisztón, tehát a Mária út is, meg a Magyar zarándokút is, azon kívül közeledik a Paks 2 beruházás, hogy létrehozunk egy, ebből az épületből, akár két ütemben, és most az első ütemről van szó itt ebben a mostani pályázati szakaszban, egy szállást, amely alkalmas lehet akár zarándokok, akár hosszabb ideig itt dolgozó embereknek, vagy, vagy, vagy akár a község későbbi vendégeinek elszállásolására is. Most 16 szálláshely jönne létre, és, a, a, és 15 millió forintot kaptunk az alapítványtól. Egy picit ettől többbe kerül, ahhoz mi teszünk még pénzt egy olyan két millió forintot plusz hozzá fogunk tenni, és akkor az első ütem aztán képen önállóan funkcióképes lesz bejárat, a vizes blokk, konyha, szállások mind kialakítva lesznek. Szeretnék folytatni a megkezdett munkát, ezért azt tervezik, hogy lehetőség szerint újra pályáznak a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A cél az, hogy 35-40 ember fogadására alkalmas, kulturált szálláshelyet hozzanak létre. Pusztahencsém viszont az utak járdák állapotának javítását tűzték célul. Pályázatokban erre kértek, és kaptak támogatást. A mögöttem levő járda beruházás teljes ilyet e, a támogatásból, önrész nélkül, akkor a boszorkány szombat, ami 1 millió forint értékű, és még egy út tervezése kaptunk 5 millió forintot. És volt egy tartalékba helyezett beruházásunk a kamerarendszer kiépítése, az is 15 millió forintos. A Kossuth utcában körülbelül 700 méter hosszban készült térkőjárda az alapítványtól elnyert 15 millió forintból. Az összeg a kivitelezés teljes költségét fedezte. Faddon az orvosi rendelők állapota okoz fejtörést a település vezetőinek. Pályázati lehetőséget mostanáig hiába kerestek. Ahogy Fülöp János polgármester mondja, falunak nagy, városnak kicsi fad, ezért ez idáig nem jártak sikerrel. Most azonban megnyílt a lehetőség egy új egészségház megépítésére. 100 millió forintot nyertünk a toba és 170 millió forintos ajánlatot kaptunk a tárgyalások során, és hát ehhez volt szükségünk az önerőpótlásra, és pályáztunk a jetába, és hát hál' Istennek nyertünk 40 millió forintot, ezt nagyon köszönjük. Még a másik 30 milliót kell, hogy ezt hozzá, de igyekezni fogunk, és én nagyon remélem, hogy jövő nyárra egy nagyon szép egészségház fog faddon elkészülni. Ebben a 400 négyzetméteres épületben kap majd helyet két háziorvosi, egy fogorvosi, egy gyermekorvosi, valamint két védőnői körzet. Az új intézmény létrehozása Fülöp János szerint komoly előrelépést jelent fadd életében. Kajdacs is évről évre komfortosabb, tetszetősebb lesz, a jövőnk energiája térségfejlesztési alapítvány jó voltából. Idén a településközpont rehabilitációjára nyertek el 15 millió forintot, melyből parkolót járdát építettek, illetve elvégezték az idősek klubjának helyet adó önkormányzati épület energetikai korszerűsítését. Itt nyilászárókat cserélünk, homlokzatot szigetelünk, illetve megújul a belsőleg a konyha, illetve folyosó és az iroda, valamint szociális helyiség is. Ez a beruházás ez már zajlik, lassan a végefele van, végefele jár, és ezután még nyertünk egy falunapi rendezvényre, ott egy millió forintot, illetve az idősek klubjánál 12 millió forintot, és ehhez az önkormányzat közel 3 millió forint önerőt fog hozzátenni. A tolnai önkormányzati sokat áldoz épületeinek energetikai korszerűsítésére. A városban működő óvodákat egymás után varázsolják újjá, a jövőnk energiája térségfejlesztési alapítvány támogatásával. A legutóbbi fordulóban is sikerrel pályáztak, így idén a családias hangulatú Mözsi zöld kertóvodát kerítették sorra. Ezen felül jelentős összeget, 40 millió forintot nyertek el járdaépítésre. Ez nagyon nagy öröm a az önkormányzatoknak, hiszen most először van lehetőség arra, hogy nem csak pályázati önerőhöz, rendezvényhez, illetve energetikai korszerűsítéshez, hanem út és járdaépítésre is lehetett pályázni, úgyhogy mindjárt mi is megragadtuk az alkalmat, és így aztán egy 85 millió forintos beruházás fog megvalósulni, ami a Bajcsizslinszki utcának a Penitől a városházáig, illetve a, a, gyógyszertári terjedő szakasza, és a központi buszmegálló is annak környéke fog megújulni teljesen. Kölesden ugyancsak járda épül alapítványi támogatással. Kértek és kaptak támogatást a falunapra, és a volt pártház szálláshelyi alakításának tervezésére. A volt pártház épületéből szeretnénk nyolc garzonlakást kialakítani. Egyrészt azért, mert a fiataloknak szálláshelyeket szeretnénk biztosítani ilyen fecskeházszerű rendszerbe, valamint, hogyha lenne rá igény, akkor akár vendégmunkások, akik itt az atomerőménél dolgozni fognak, minimális összegért bevehetnék. Valamint a harmadik szempont, úgy gondolom a legfontosabb számunkra, vagy nem is a legfontosabb, de fontos, hogy a falu központjának a képét ez rendben teljesen. Élhetőbbé lesz a falu. Mi a távolságunkból adódóan Pakstól és Szexárdól, sajnos a munkahelyek ből kimaradunk, tehát a munkahelyes fejlesztésekből is igazából a párvállalkozó tartja el a falunak az ömét. Már most úgy látom, hogy jó jelek mutatkoznak, egy kicsit növekedett a, a település létszáma, és ez talán, talán azt jelenti, hogy jó úton haladunk és jó munkát végzünk. Természetesen ebben nagy segítséget nyújt a jelta. Nagy Dorog három projektjéhez nyújtott pályázati úton támogatást a Paksi Atomerőmű által létrehozott alapítvány, a falunap rendezéséhez, a ravatalózó tetőcserejéhez felújításához, valamint a fogorvosi rendelő korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez. Hét településnek a fogorvosi körzet látja el, tehát ebben van Sászletlő, Niszkajdász, Pusztáncse, Györköny, Nagydorog, Bikács, Pálfa. Tehát ezeket a településeket látja és egy körzet. És ugye most jelenleg sajnos tartósan betöltetlen az állás, helyettesítése van megoldva, így heti 15 órában helyettesítenek, de most folynak a tárgyalásaink a fogorvossal. Doktor úrral, hogy valószínűleg szeptember 1-től 30 órában tud teljesít, teljesíteni, és akkor megrövidül mindenkinek itt a, a, az ellátása, tehát nem lesznek olyan hosszú várakozási idők. Az atomerőmű székhely települése Paks is élt a pályázat adta lehetőséggel, ahogyan a korábbi években is. Nagyon sok olyan fejlesztést sikerült megvalósítanunk ezekből a támogatásokból, amelyek én azt gondolom, hogy a helyi lakosságnak a komfort érzetét növelte egyrészt, másrészt pedig a, a városfejlesztési feladatokhoz is jelentősen hozzájárult. Ezúttal a város két gyermekintézménye, a Vörös marti és az 50 utcai óvodák játszó udvarainak megújítását tűzte célul az önkormányzat. Az elnyert 50 millió forintos támogatás segítségével az EU szabványnak megfelelőre cserélték a korszerűtlen játékokat. Új, modernebb, biztonságosabb játszóteret kaptak a gyerekek. Itt is az a cél vezet bennünket, hogy nyilván saját intézményről van szó, óvodáknak a korszerűsítéséről, amiről azt gondolom, hogy egy nagyon fontos feladat itt a jövő generációjának a nevelése szempontjából. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2011-es fennállása óta mintegy 6 milliárd forint fejlesztési segítséget nyújtott az önkormányzatoknak. Ennek segítségével több mint 15 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az érintett térségekben. A kuratórium elnöke azt mondta, öröm, hogy ennyi fejlesztési elképzelés van, és az is, hogy egyre jobb színvonalon készülnek a pályázatok. Háromszorosára nőtt a, a szétoszható összeg, a korábbi évekhez képest, másfél milliárd forint, viszont az igény megnőtt másfélszeresére az elosztatóhoz képest. Örülök, hogy a térség ilyen szinten aktivizálta magát, megtanultak pályázni, viszont a kevés idő volt egyébként a pályázatok beadására, de látható mindenki készül, mert a fiókban ott vannak azok a tervek, amiket az önkormányzatok szeretnének, és nagyon hamar meglépték, amiket kell. A maguk a pályázatok színvonala az emelkedett, sokkal kevesebb forma van, mert látszik, hogy a térség megtanult pályázni. Remélem, hogy lesz még alkalmunk így pénzt osztani, és akkor még több, még több eredmény és még több fejlesztés lesz a térségben. Nekem ez, első... Elsősorban azok tetszenek, amik a jövőkről, jövőről szól. Tehát nagyon tetszik, amikor egy térség óvodafejlesztésben, óvodafelhúztásban gondolkodik. Nyilván nagyon fontosak a járdák is, de nekem, nekem inkább az, amikor egy, egy vendégház kialakítására gondolnak. Tehát azokra a dolgokba, amik, amik azt mutatják, hogy nem most akarnak valami Valamit azonnal élvezni, hanem oda fektetnek bele, hogy ha mi elkezdjük az építkezés, akkor akkor őt, ők hogyan tudnak a legtöbbet szolgáltatni és ezen, ezen élni. Nyilván, aki óvodát tervez, az a gyerekekre gondol, az hisz benne, hogy lesznek gyerekek, és ez mindenképpen egy optimista hozzáállás. Dr. Kovács Antall kiemelte, hogy sok a jövőbe mutató terv, illetve olyan fejlesztés, ami azt szolgálja, hogy a térség szerepet tudjon vállalni a közelgő erőműberuházáshoz kapcsolódó feladatokban.